Lövöldözés Bőnyben, meghalt egy rendőr, miután rálőtt egy idős férfi a településen. Házkutatásra érkeztek a lakására, mert úgy tudták, hogy éles lőfegyverek és lőszerek vannak nála. A férfi azonban, amint meglátta a rendőröket, feléjük lőtt, egyiküket a fején találta el. Közben őt is megsebesítette egy lövedék. A helyiek sokáig nem mehettek ki otthonaikból. Még délután sem lehetett annak a háznak a közelébe menni, ahol a lövöldözés volt. Délután az ügyészségen tartott sajtótájékoztatón kiderült, hogy a rendőrök egy korábban indult eljárás keretében előre tervezett házkutatásra érkeztek volna a házhoz, oda azonban már nem jutottak be. Az elkövető, akit érintett volna ez a nyomozati cselekmény, az eljáró rendőrökkel szemben, több rendőrrel szemben fegyvert használt, több lövést adott le, eddigi adatok szerint 5-6 lövést egy gépkarabéllyal. Az egyik lövedék az egyik rendőrt fejbe találta. Sokáig azt hitték, hogy sérülten fekszik a helyszínen, ezért a terrorelhárítók mentek kimenteni. Ekkor derült ki, hogy már nem lehetett megmenteni az életét. A behatolás után a lakáson belül, engedjék meg, hogy pontosítsak, 76 éves elkövető elzárkózott. Többször fenyegette, hogy aki közelebb jön, bármilyen rendőr legyen, azt ki fogja végezni. A lelőtt rendőr a készenléti rendőrség tagja volt. Vágógyi Péter, rendőrőrnagy, 46 éves múlt, a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kiemelt főnyomozójaként teljesített szolgálatot. 25 éve szolgált a rendőrség kötelékében. A szolgálat teljesítése során kiváló embert, kitűnő kollégát ismertünk meg benne. A lövéseket leadó férfi állítólag ismert hungarista, a Magyar Nemzeti Arcvonal 89 nevű szervezet alapítója. A faluban sokan tudták, hogy fegyvere lehet, és voltak, akik azt mondták, hogy valamilyen titokzatos dolgok is történtek a környéken. Zárkodottak voltak, éjjel mozogtak. Igen, hát ez van. Sajnos, csak nem rekült volna, üdlik annál a dolognak. Én is szoktam látni, hogy találkoztam is, hogy az erdészetben egyszer-kétszer lövöldözött, úgymondva. A megavadásztárság is szerintem nem volt vele jóba. Egy-két ilyen affér volt. A magát szélső jobboldali politikusnak nevező férfit az egyik rendőr meglőtte. Információink szerint hátba lőtték, de létfontosságú szervet nem ért a lövés. A terrorelhárítás orvosai látták el, majd miután stabilizálták az állapotát, a mentők kórházba vitték, ahol megoperálták. A lelőtt rendőrt posztumusz alezredessé léptették elő, és hősi halottá nyilvánították. Gyászolnak a rendőrségnél is. A halott rendőr tiszteletére fekete sáv van a rendőrségi honlapon. Emellett fekete zászlót tesznek ki a rendőrségi épületekre, a rendőrautókra pedig gyászszalagot kötnek.